kerékpározás, autós ügyességi feladatok, elsősegélynyújtás, kreszteszt, többek között ezek várták szombaton a családokat Fehérváron. Az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság által meghirdetett országos vetélkedő sorozat megyei fordulóját a Fejér megyei rendőrfőkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága 13. alkalommal szervezte meg. A közlekedik a család elnevezésű vetélkedőre sok család látogatott ki idén is. A már évek óta nagy népszerűségnek örvendő megmérettetés célja, hogy felhívja az állampolgárok figyelmét a körültekintő, megfontolt és példamutató közlekedésre. Tapasztaltuk, hogy a gyerekekkel foglalkozunk, tanítjuk nekik a közlekedési szabályokat, a fontos dolgokat, hogy biztonságüvet használjanak, ők fognak a szülőkre is rászólni, hogy hát azt tanultuk a rendőrbácsitól, a tanárnénitől, tanárbácsitól, hogy be kell kötni. Tehát a gyerek is hat a szülőre, meg a szülő is a gyermekre. És ezért gondoltuk azt, hogy ha családi vetélkedőt tartunk, akkor egyszerre tudjuk az egész családot megszólítani, hiszen nagyon sokszor együtt közlekednek, illetve ez kihat majd az önálló közlekedésükre is a gyerekeknek. Megzenésített Petőfi versekkel, közös tortázással és Vitéz László báb előadással kezdődött a második pönögei Kis Pál Vándor színjátszó fesztivál a Szabad Színház és a Színtér Egyesület szervezésében. A tavaly útjára indított kétnapos rendezvénysorozat léleköltöztető versekkel, zenékkel, utca és kamara színházi előadásokkal, improvizációs játékokkal és báb előadásokkal várta az érdeklődőket pénteken és szombaton az igézőben és az épület előtt. Lerner Zsolt a megnyitón felidézte Petőfi fehérvári életét, aki 1842. novemberében pápáról érkezve vándorszínészként próbált némi pénzt keresni, és a Pelikán fogadóban lépett először színpadra Szabó József színi direktor társulatában a Párizsi Naplopó című előadásban. Második alkalommal szervezi, illetve rendezi meg a Szabad Színház, illetve a Színtér Egyesület a Pönögei Kis Pál Fesztivált. Ez egy tulajdonképpen egy vándor színjátszó fesztivál, vagy mondhatni utcaszínháznak is, utcaszínházi fesztiválnak. Egyrészt ennek azt gondolom, hogy helye van a belvárosban, mert ennek az én művészeti és kulturális fesztiváloknak ezek értéket teremtenek, nem csak az életelteliséget, hanem az értékelteliséget is jelentik a városlakók, illetve a belváros számára, ezen kívül pedig közösségteremtő, közösségalkotó erejük van. 11. alkalommal rendezték meg Fehérváron a Húszt keresztül gyermek- és ifjúsági néptánc együttesek fesztiválját. A szombati program a Malom utcában nyitotta meg kapuit. A fesztivál célja, hogy az országban működő gyermek- és ifjúsági néptánc együttesek, különböző korosztályok és táncműhelyek bemutatkozhassanak egymás és egy szakmai grémium előtt. 11. alkalommal már, hogy a Húsz keresztül Közép-Dunántúl régió gyermek és ifjúsági néptánc együtteseinek fesztiváljának adunk otthont itt a Táncházban, Malom utca 6 szám alá, és az az apropója ennek, hogy mint az örökség, ez egy országos népművészeti gyermek és ifjúsági szervezet, egy ilyen felmenő rendszerű régiós versenynek mi vagyunk már 11. alkalommal is a helyszíne, és nagy örömünkre a nyár és a nyári kirándulások ellenére is 8 csoport jelentkezett erre a mai napra, és reméljük, hogy a klíma is engedi, de ahogy néztük, nagyon boldogan ropták a fiatalok. Bár az idei nyár záporokkal indult, de nem számíthattunk hűvös időre, sőt, a következő hetekben majd gyakran kúszik a hőmérő higanyszála 25-30 fok fölé. A kezdetét veszi majd az igazi strandidő, azaz sokkal többet fogunk a napon tartózkodni, így érdemes lesz bőrünkre odafigyelni. Fontos a megelőzés és hatékony praktikák bevetése, hiszen vörös és viszkető, fájdalmas bőrpír kellemetlenséggel jár, de rosszabb esetben hólyagosra is éghetünk, valamint az anyajegyeinknek sem tesz jót, ha nem kezeljük le azokat megfelelő napégés elleni szerrel. A bőr napégéséért az UVB sugárzása leginkább felelős, ez ugyanis rövidebb hullámhosszú, erősebb és hatékonyabban hatol a bőrbe, ahol aztán roncsolja a bőrsejtek DNS-ét. Súlyosabb esetekben ez a folyamat rákot is okozhat. Bár az UVA sugárzás is károsítja a bőrt, mivel hosszabb hullámhosszú és égéshez ugyan nem vezet, de a bőr korai öregedéséhez annál inkább.
Lényeges, hogy a meleg hónapokban különösen igyekezzünk bőrünk védelmét megtartani, érdemes fényvédőkrémeket használni, kalapot, szemüveget viselni. Égés esetén a hideg borogatás, egy hideg fürdővíz hozzájárul a gyulladás és a fájdalom csökkentéséhez. Emellett a megfelelő folyadékfogyasztás különösen elengedhetetlen ebben az időszakban, ugyanis a napégés a test dehidratációjához vezethet.